esti témánk, testünk önleértékelési térképe, részlet, vagy ha jobban tetszik, ízelítő, a hamarosan megjelenő útmutató az egészséghez című harmadik dr. Budai László Károly könyvhöz, ami a legátfogóbb ismereteket adja át, és megmondom őszintén, nekem ez a nagy kedvencem most, és alig várom, hogy a nyomdából a kezünkbe kerüljön. Pontosan amiatt, mert olyan részletesen, olyan precízen, halszálpontosan van bemutatva a germán gyógytudomány témája, a testünk minden szegletére kitérő pontossággal, precizitással adja át azt a tudást, ami szükséges ahhoz, hogy egészségesek legyünk és maradjunk. Mi lehet az az önleértékelési térkép? Akik ismerik a germán gyógytudományt, vagy hallgattak már téged Karesz bármelyik ingyenes webkonferencián, pontosan tudják azt, hogy a testünk minden megélése valahol megjelenik a testünkben. Volt érdekes, volt a Facebookon azért mindenféle lájkot kapott, ilyen vigyorgósat, én nem értem ezeket a pofákat, aztán így megnéztem, volt, aki hűha, volt, aki nagyot mosolygott rajta, szóval nem biztos, hogy mindenki érti ezt, hogy önleértékelési térkép, de mondjuk ezt én találtam így ki, ez nem Hammer doktornak a kifejezése, tessenek megnyugodni. Arra szeretném viszont volna célozni, hogy a testünkben megjelenő tünetek, mint egy térkép olvasható benne, hogy milyen megéléseink vannak? Így van, az önleértékeléssel kapcsolatos, tehát a mozgásszerveket érintő önleértékelési konfliktusoknak a térképe ez, amiről beszélni fogok. És ez azért jó tudni, mert mindegy, hogy csont, ízület, izom, kötőszövet vagy zsírszövet, mind ugyanott fog megjelenni a megfelelő helyen a biológiai válasz. És ha ezt a térképet ismerjük, akkor megértem azt is, hogy mondjuk egy elválasztási konfliktus miért éppen a talpamon jelenik meg, miért ott van bőrtünetem. Mert még mindig benne van a talpra vonatkozó konfliktus, csak éppen elválasztási konfliktusként éltem meg, és csinálok a talpamra bizonyos elváltozásokat. Szóval sokkal tágabb értelemben, sokkal nagyobb jelentősége van ennek a térképnek, mint ahogy azt most mondjam, lehet, akik nem tudnak egyetérteni a kifejezéssel, szóval akik ezt nem értik, de ha végighallgatjuk az előadást, akkor remélem, hogy ez letisztul mindenkinek. Arra szeretnélek kérni, Karesz, hogy látom, hogy vannak köztünk olyanok is, akik most vannak itt először, őket is szeretettel köszöntöm, olyan nevek, akiket még igen, nem láttunk. Úgyhogy arra kérlek, hogy úgy mutasd meg a germán gyógytudományt, igen, mint ha olyan embereknek beszélnél, akik még soha nem hallottak róla, és szeretném, hogyha ez a kis kóstoló a könyvből meghozná a kedved ahhoz, hogy akár a könyv megvásárlásával, akár a következő webkonferencia végighallgatásával, akár egy könyvbemutatón való részvétellel elkezdjük azt az útmutatót használni, ami nem csak az önleértékelési térképet tárja fel, hanem talán nem megbocsátjátok nekem, hogy ezt a kifejezést használom, hogy a germán gyógytudomány pedig térkép az élethez. Remélem, hogy ezzel a lelkülettel, ha egy ilyen nehéz témáról beszélünk, mint önleértékelés, talán eljutunk arra az útra, aminek a végén ott van a határtalan egészség. Szeretettel ajánlom figyelmükbe a mai előadást, én most elköszönök, de az előadás végére visszatérek. Na, szóval, akkor nézzük meg, hogy mi az, amit feltétlenül tudnunk kell ahhoz, hogy az önleértékelési térképet is megértsük, hogy egyáltalán használni tudjuk. Nyilván, hogy a germán gyógytudománynak az alapjait azért mondom el minden egyes alkalommal, mert az emberek nem akarják megérteni, hogy ezt megérteni és alkalmazni a legfontosabb. Hiába próbálunk mi okoskodni, amíg nem veszik tudomásul azokat a törvényeket, amelyek vonatkoznak ránk, addig nem fogunk megoldást sem találni, márpedig én leginkább a megoldásokról szeretek beszélni.
Nos, tudjuk, hogy a germán gyógytudomány dr. Ike Gerd Hammer felfedezése, és orvosoknak és betegeknek ajánlja, akiknek szívük és józan eszük van. És már is tessenek ezt megjegyezni, hogy nem elegendő a józan ész. A germán gyógytudomány egy fantasztikus, logikus rendszer, ami a logikánkat leköti, a józan eszünket elkápráztatja, de ez még nem elegendő, hogy elolvastam. Nem elegendő, hogy megértettem. A megoldás csak akkor lesz, ha a szívünket is beletesszük, vagyis ha érzelmileg oldjuk meg mindazt, amit érzelmileg indítottunk el. Ugye az nem fogom részletezni, hogy hogyan és miként jutott el Hammer doktor a germán gyógytudomány felfedezéséhez, hiszen külön előadás szól dr. Ike Gerd Hammernek az életművéről, de azt mindenképpen ki kell emeljük, hogy ez a tudomány az, ami feje tetejére állítja azt a gondolkodást, ami ma uralkodik a medicinában. És mivel teljes mértékben borítja fel az eddigi elképzelésünket a gyógyításról, meg a megbetegedésről, hát ezért aztán maximális ellenszegülést váltott ki a szakmai körökből. Nyilván, ha ezt a tudományt alkalmaznánk, akkor végre a valós okokkal foglalkoznánk, végre a betegek meg is gyógyulnának, végre megértenénk, hogy hogy kellene úgy élnünk, hogy meg se betegedjünk. Hú, kinek az érdeke az, hogy meg se betegedjenek ezeket a magasba? Látom, mind a 400 embernek fent van a keze. Na ugye, de ezen kívül senki másnak nem célja, hogy az emberek egészségesek legyenek, mert ez egy fantasztikus iparág, ez betegségipar. Ez nem egészségügy, ez betegségipar. És a gyógyszeripar tartja a kezébe az egészet. Úgyhogy innen kell a dolgokat tekinteni, és innen fogjuk megérteni, és nem harcolni kell a rendszer ellen, nem. Feleslegessé kell tenni a rendszernek a létezését azáltal, hogy egészséges vagyok, és maradok. Na, akkor ezt nézzük meg, hogy hogyan lehetne ezt megoldani. Hát elsősorban, ha megértjük, hogy hogyan betegszünk meg, nem de bár. A válasz az, hogy de bár, aki tanfolyamon volt, már tudja a választ. Szóval az első biológiai természettörvényt Hammer doktor 1981-ben írja le nekünk, a rák vas törvénye néven, ami tartalmazza a DHS kritériumait. Nos, akkor egy kis magyarázat. Azért rák vas törvénye, mert ugye Hammer doktor a saját daganatos betegségén keresztül fejtette meg, hogy mi a ráknak a valós oka. A képen látható fiatalember, a 19 éves Dirk Hammer, Hammer doktor második gyereke, a 19 éves fiú, halálának köszönheti Hammer doktor, hogy felfedezte azt, hogy hogyan alakul ki a daganat. Mert ugyan a fiú elvesztése nála egy heredaganatot váltott ki. És elgondolkodott, hogy addig ő, míg a fia meg nem halt, teljesen egészséges volt. Tehát kell legyen valami kapcsolat a fia halála, elvesztése és az ő heredaganata között. És mikor felgyógyul és visszaáll dolgozni, és mit ad Isten, egy rákklinikán belgyógyász főorvosként dolgozik, akkor természetes, hogy felteszi a kérdést a betegeknek, hogy és hölgyeim, amielőtt a petefészek rák megjelent, mi volt az a váratlan esemény az életükbe, ami padlóra tette önöket, magányosan élték meg, és benne ragadtak ebbe a konfliktusba. És jött a válasz, a petefészek rák mögött is veszteség, konfliktus van minden esetben. Mert gondolkodjunk logikusan. Mi az ivarmirigyeknek a szerepe? Nem de bár az, hogy a pótolják a veszteséget? Hogy az élőlényt, az elvesztett élőlényt pótoljuk? De igen. És hogy a fajt fenntartsuk. Tehát a vas törvény azt jelenti, hogy ez megingathatatlan törvény. És kiderül, hogy nem csak a rákra vonatkozik, hanem minden egyéb olyan történetre, ami egy lelki megrázkódtatás következtében indult el, és az agy közvetítésével indított el egy szervi elváltozást. Na ez a paradigmaváltás a mai medicinának. Ezt a gondolkodást kellene kérem szépen már is megérteni, mert
Vannak ugyan megbetegedések, amelyek nem lelki szinten indulnak el, de azok nem tartoznak a germán gyógytudománynak a körébe. Mert a mérgezések, a sugárzások, a hiányos táplálkozás, a balesetek, a kemoterápia, az nem tartozik ide, annak nincs az agyban lenyomata. De az a váratlan esemény, ami engem úgy elkapott, mint Isten a vargát, és jól megrázott, és benne maradtam a konfliktusba, és úgy maradtam, mint a fogorvosnál. Köpni nyelni nem tudtam a meglepetéstől. Na ez az, ami elindít az agy közvetítésével egy szervi választ, és ki fog derülni, hogy ez nem betegség, hanem ez micsoda? Egy értelmes biológiai különprogram. Mert az értelme abban van, hogy a túlélést biztosítsa számunkra. Tehát a DHS, ugye a Hammer doktor fia nevét tartalmazza, Dirk Hammer szindróma. És a lényege az, hogy mindig egy súlyos érzelmi megrázkódtatásról van szó, természetesen félelemről, mert ha valaki egy jó hírt kap, abban nem fog belebetegedni. Tehát félelem. Váratlanul jelentkezik, nem úgy, hogy fel vagyok rá készülve, hogy most már hát, már az utolsó kenetet is feladták, és volt olyan eset, hogy és a beteg mégis magához tért, és még mindig él, egy székely barátom ezt nagyon jól tudja. Szóval vannak ilyen történetek, amikor fel vagyunk rá készülve, és megtörténik a dolog, és van az, amikor nem vagyok rá felkészülve, és ezért egy stresszként, egy hirtelen jelentkező félelemként jelenik meg. És harmadik nagyon fontos tényező, hogy mindezt magányosan élem át, vagyis köpni nyelni nem tudok. Nem tudom elmondani azt, hogy mi van bennem. Mert a történetet mindenki tudja, de hogy én mit éltem meg, azt ki tudja. Azt csak én tudom. És az a gond, hogy benne maradunk a konfliktusba. Na most akkor nem tudom, biztos van biztosítási szakember itt a társaságban, de ha tudna nekem valaki arra biztosítást kötni, hogy az életben nekem nem lesz ilyen konfliktusom, semmilyen meglepetésszerű, nagyon szomorú történet az életemben nem lesz. Tudnak erre kötni biztosítást? Ugye, hogy nem. Erre nincs biztosítás. Viszont van megoldás. Pontosan az, hogy kilépek ebből a helyzetből. Legkésőbb este, 2 perc alatt is ki lehet lépni egy konfliktusból, nyilván ezt is meg fogjuk tanítani, hogy hogyan, de legkésőbb este. Hisz megmondták már, nem újjék el nap a te haragoddal. Miért fontos az, hogy legkésőbb este kilépjünk a konfliktusból? Azért kérem szépen, mert a konfliktus pillanatában kialakulnak ezek a fránya sinek. Vagyis rögzítem a körülményeket, és utána már mindegy, hogy nem éltem meg egy újabb konfliktust, de a sinek, mint figyelmeztető körülmények, a biológiában újra elindítják azt, hogy túlélni. Vagy nem ez a programja minden élőlénynek ezen a bolygón, hogy túlélni. És ezért történik minden. Tehát ezért beszélünk értelmes biológiai különprogramokról, ez az EBK. Vagyis értelme van, nem rossz indulatú, nem ismeretlen, nem autoimmun. Értünk történik a túlélésünkért. Az egy másik kérdés, hogy a mai medicinára hogyan néz rá. Az egy külön dolog. De? Tessenek kimenni a piacra, és megnézni a portékát. Az egyik embernek tetszik, a másiknak nem tetszik. Az egyiknek ez a véleménye, a másiknak az a véleménye. De kérdezem én, a tulipánnak kint a kertbe, fontos, hogy mi a véleménye az egyik embernek róla, vagy a másik embernek? Jó, akkor is tulipán marad. A biológiai törvények akkor is vonatkoznak ránk, ha nem akarunk róla tudomást venni. Nem kötelező, kérem szépen, germán gyógytudománnyal gyógyulni. Abszolút, de nem kötelező. Ez egy lehetőség azoknak, akiknek szívük és józan eszük van. Tehát nem újjék el nap a haragunkkal, zárjuk le békével, megértéssel, megbocsátással, empátiával az egész történetet. És van egy előadás, hogy újrakezdés, új alapokon, minden nap egy új lehetőség. Tessenek kérem megnézni. Esetleg, ne talántán, kijegyzetelni.
És akkor megmarad a lényeg. Mert nem csak meghallgattam, mint egy rádiójátékot, és közben mosogatok, és budai beszél a hangszóróban. Nem kérem, tessenek kijegyzetelni. És akkor rá fogok döbbenni arra, hogy te jó Isten, tényleg, ezt kéne csinálni, hogy meg se betegedjek. Majd minden előadásban beszélek megoldásról, de hát akinek erre nincs nyitott füle, azzal nem tudok mit kezdeni. Szóval, egyezzünk meg abban, hogy mindenki számára az egyetlen valóság a saját megélése. És ezért van az, hogy a betegség a beteg nélkül nem gyógyítható. Ezért van az. Nem azért, ez nem egy önvédelmi mondat. Ez abszolút nem arról szól. Ez egy figyelmeztető mondat. Mert ha a beteg nem őszinte önmagához, akkor ne is jöjjön hozzám. Viseljen álarcokat kívül is, meg belül is. Hazudjon önmagának. Nekem úgy se tud. A biológia hajszál pontos választ ad minden belső megélésre, akár elmondják, akár nem mondják. A tünet magáért beszél. És minden tünet mögött egy feloldatlan konfliktus van. Tehát akinek 12 tünete van, annak 12 futóprogramja van. Nem kell engem meggyőzni. Én látom a dolgokat, én ismerem a biológiát, ismerem ezt a tudományos táblázatot, és ennek alapján tisztában vagyok az 5. mondat után, hogy ki ül velem szemben. Ennyire egyszerű. Én senkit nem akarok meggyógyítani, mert a betegség a beteg nélkül nem gyógyítható. Voltak már emberek, akik frekvenciát váltottak, mert nem voltak őszinték. Ennyire egyszerű. Rákérdeztem, hogy vajon az a konfliktus az? Ó, hát ez nem probléma, azt én már rég megoldottam. Ja, jó, hát akkor oké. De a tünetek árulkodtak, és belehalt. Tehát a betegség a beteg nélkül nem gyógyítható, és ezért tessenek megérteni, hogy nagyon fontos, hogy a beteg írja le a panaszait. Vagy legalábbis ő diktálja le, és azt írják le, amit ő elmond a saját szavaival, mert a saját szóhasználatban benne van a megélése. Nem kell kitalálja valaki, hogy mi az apjának a baja. Mondja elő. És ahogy elmondja, azt úgy kell leírni. És akkor tudom, hogy miről szól a történet. Nem az a fontos, hogy mi van a leletekben. Hogy a nyirokcsomómmal mi történt. Hát csókolom, a nyirokcsomó köszöni szépen jól van. Amikor meg van duzzadva, éppen gyógyulok. Ennyire egyszerű. Szóval a második természettörvényt Hammer doktor röviddel az első után fedezte fel, ugye, és rámutatta arra, hogy ez az értelmes biológiai különprogram 2 fázisban zajlik le, ha eljut a végéig, ha megengedem, ha vagyok oly kegyes, és nem akasztom el a gyógyulásom. Apropó, miért akad el a gyógyulásom? Vagy mikor gyógyulok már meg? Tessék megnézni az előadást. Ott van. Miért akad el a gyógyulásunk? Szóval a konfliktus becsapódása itt a DHS, láthatjuk az első függőleges vonaton, és meddig ülök bent a konfliktusba, addig beszélek arról, hogy konfliktus aktív fázis. Mennyi volt a konfliktus? 1 hét? 1 nap? 1 év? 10 év? Nem mindegy. Abszolút nem mindegy. Abszolút nem mindegy. Mi az, hogy konfliktus aktív fázis? Megtörtént az érzelmi megrázkódtatás, és még mindig benne maradtam, még mindig a hatása alatt vagyok, még mindig nem tudtam kilépni belőle, és így fekszem, így kellek. Ja, ha tudnék aludni. Az, hogy nem tudok aludni, az már pontosan rámutat arra, hogy bennem valami nagyon zakatol. És mikor megkérdem, hát én nekem semmi bajom. Hát mintha egy Buddha ülne előttem. Hát akkor miért nem tud aludni? Ja, mert nem akarja beismerni, hogy igenis, van egy ügy, ami miatt nyugtalan a lelke, és zakatol az zagya, és egyfolytában hajlalszik, felébred. Akinek alvás zavara van, ott konfliktus aktív fázisról beszélünk. Magas a vérnyomásom, mit kapjak be rá? Majdnem megmondtam. Tessék lezárni a konfliktust, és jó lesz a vérnyomás. Hány programot futtatunk? Annyival lesz magasabb a vérnyomás. Minden program tesz rá egy néhány lapát higany millimétert, hogy legyen jó magas a vérnyomásom. A legnagyobb félelemben a legnagyobb a vérnyomás. Nincs olyan pánikos ember, akinek a feje ne pukkanna szét, és le lenne magas a vérnyomása. Normális. Ketyeg a szívem? Hogyne? Hát félelemben mindenkinek ketyeg a szíve.
Hát nem? Hát de. Szóval, vérnyomás, pulzus, légzésszám, és amikor valaki fél, akkor meleg vagy hideg a keze? Hát persze, hogy hideg a keze, hideg a lába. Mert érszükület van. Mert a szervezetedben egy alarmreakció van, mint amikor a hajón azt mondják, hogy riadó, és mindenki a fedélzetre. Na ez van akkor a szervezetünkben. És mindenki teszi a dolgát. Maximálisan. Ezen szól. Nem az evésről szól a konfliktus aktív fázis. Nem is tudok enni. Lefogyok. Miért? Mert futtatok 5 programot. Teli vagyok halálfélelemmel. És nem tudok enni, és ez lesz a tumoros kahexia. Nem a rák zabálta fel az embertestét, hanem a félelem. A félelem az egyetlen halálos betegség. Ezt jegyezzük meg. Na jó, eljutunk végre a KM-ig, de ez nem a kilométer, hanem ez a konfliktus megoldása. Nem mindegy, hogy történt. A lényeg az lenne, hogy érzelmileg végre ez lezárja. De megtörtént, megváltoztak a körülmények, elköltözött a szomszéd, vagy mit tudom én, és akkor mit csinál a szervezetem? Hát helyre fogja tenni, a megoldás követő fázisban helyre fogja tenni azt, amit a konfliktus aktív fázisban a túlélésért tett bennem. Nem unalmában, a túlélésért. Megjelenik a gyulladás. Hú, te jó Isten! Na most futunk orvoshoz, mert most beteg vagyok. Most fáj az izletem. És adott egy injekciót. Na ez a tutti orvos. És úgy jöttem ki, hogy el is mutat a fájdalom. Gratulálok. Mi történt? Adott egy szteroidot itt nekem, és ez a szteroid injekció, mivel ugye az a szteroid hormon, a kortizon, az egy stressz hormon, mit csinált? Visszatett ide engem a konfliktus aktív fázisba, és megállította a gyógyulásomat. Bingo! Fantasztikus teljesítmény. Én nem azt mondtam, hogy nem szabad fájdalmat csillapítani, de nem mindegy, hogy mivel, nem mindegy, hogy hogyan. Most már sajnos kábító fájdalom csillapító tapaszokat is adnak az embereknek. És mit fog az csinálni? Az a tapasz, az itt szépen leviszi a pulzusomat, és leállítja a szívemet. Pont amikor eljutok az epileptoid krízisbe, ott stopp, és megálltam. Szóval nem mindegy, hogy mit használunk. Miről szólnak a gyulladások? Arról szól, hogy hajam kórusba, rubor, tumor, kalor, dolor, funkció lezárt. Így van. Az mit jelent? Rubor, vagyis piros. Hát ha valakinek már be volt gyulladva a térde, könyöke, válla, azt tudja, hogy piros. Hogy duzzad, hogy meleg, hogy fáj, és hát nem működik. Hát ezt már a középkorban leírták. Ez ma is így van. Semmi nem változott. A gyulladás az gyulladás. De mit jelent a gyulladás? Azt jelenti, hogy épp gyógyulok. Miért fáj? Hogy maradjak nyugton, hogy a biológiám rendbe tudja szedni azt, amit én tudatlanul tönkretettem. Ennyi. Tudnánk örülni a gyulladásnak? Ja, akkor már nem is fájna annyira. De beleteszem a szüntelenül szenvedő szegény én szerepemet, és innentől még több vizet gyűjtök be, mint amennyi normálisan kéne, és még jobban fáj. Öngól. Tökéletes öngól, és alakasztom a gyógyulásom, és begyullomlik a víz, és lesz egy nagy büdös ciszta a térthajlatban, úgy hívják, hogy béker ciszta. Ennyi. Minden ciszta erről szól. Szóval a gyulladás tünetei, hál' Istennek, nem tartanak örökké, tessenek megnyugodni, mert jön az epileptoid krízis, és akkor mi történik? Na, ekkor lesz az, hogy megszűnik a fájdalom. Hú! És azt hiszem, hogy most már aztán meggyógyultam. Megszűnik a fejfájás, mert azért miért fájt a fejem? Hát mert víz volt a fejemben, én nem vízfejű voltam, csupán itt látható a nyilak, végét pöttyözöm meg, és itt van az a körberajzolt terület, ami nem agydaganat, nem is agyhúgykő, hanem vízgyülem, kezicsókolom, és éppen abban a fázisban vagyok, amikor az epileptoid krízisben elkezdem kipréselni a vizet az agyi reléből. Látjuk, a széle már feltisztult. Ez akkor készült ez a felvétel. Innen tudom, hogy túl van a nehezén.
Amikor konfliktus aktív fázisban vagyok, akkor olyan, mint egy céltábla. Mi egy íjásztábla, van ilyen nekem, csak engedni kell bele a nyilakat. Miért? Mert becsapódott az a bizonyos megdöbbentő érzés, és ennek lenyomata van az agyban. De hát, ha csak azzal foglalkozom, ami a kézben megfogható, ami a szemmel látható, akkor azt jelenti, hogy én a világból csak 400 és 700 nanométert vagyok hajlandó elismerni. Mert a szememmel csak ennyit látok. És a többivel mi van? Valaki látta az érzések rezgését? Nem, de ha szomorú vagyok, vagy vidám vagyok, az már látszik a képemen. Tehát akkor most érzések vannak, vagy nincsenek? És ha vannak, akkor azok nem hatnak rám. Szóval ezek azok a dolgok, amivel nem foglalkozik a medicina. Valakinek szomorú, megy a pszichiátriára, mit fog kapni? Bogyót. Még nem láttam embereket bogyót szedni, és mosolyogni, és meggyógyulni, főleg nem. Akit ez érdekel, hogy miért, meg hogyan az, megrendeli a Pszichózisok és Viselkedés Változások című könyvet, és megérti belőle. Szóval ott tartunk, hogy egy itt, kifejezetten itt, az mozgásszervi dolgoknál, az epileptoid krízisben eltűnik a fájdalom, eltűnik a csontfájdalom, eltűnik a kötőszöveti fájdalom, de az izmoknál egy hatalmas görcs lesz. Ez izmoknál egy hatalmas görcs lesz, és azért az fájni szokott, utána kienged a görcs. Na jó, menjünk tovább, nézzük tovább, hogy mi történik, ha megengedem, hogy megtörténjen. Jön utána a hegesedési fázis, ami azt jelenti, hogy eszméletlenül fáradt vagyok, mint a mosott kaki. Na most akkor mi van? És megint meleg a kezem, megint meleg a lábam, és még ráadásul fáradtabb vagyok, mint voltam. De már jó a hangulatom, már jó az étvágyam. Na hát ez jelenti azt, amikor a cél előtt néhány méterrel bedobom a törölközőt, és újra leírom magam, és ebből a helyzetből gyönyörűen visszamegyek ide, hogy na, nem történt semmi. És már el is akadt a gyógyulásom, és kezdhetem megint előről. De ha nincs feloldva érzelmileg az, amit érzelmileg kéne megoldani, ez. Ha itt nem érzelmileg oldottam meg a dolgokat, akkor mi lesz? Jönnek a sinek, és onnantól kezdve ne csodálkozzunk, ha újra meg újra elakad a történet. Sinekről beszéltél, helyette én robogok be. Megjött Réka. Nem csak akkor tudjuk újraindítani az önleértékelést, ha sinek megjelennek. Elég az is, ha nem ismerjük a tüneteinknek a magyarázatát, ha megijedünk a fájdalomtól, ha megijedünk a gyengességtől, itt ugye önleértékelési konfliktus témaköréből mazsolázunk. Ha nem tudjuk, hogy mi miért van a biológiánkban, és hát ebben az önleértékelési témában egészen gazdag élettapasztalatom van. Mindenkinek. Igen, cizelláltan fogalmazva. Mindenkinek van, igen. És ugye a második természettörvénynél azt is fontos lenne elmondani, hogy az epileptoid krízisben az önleértékelésnek gyakorlatilag semmilyen tünete nincs. Igen, én ezt lefordítom átlag ember gondolkodására. Hát ezt szeretem. Sokáig nem érzek semmit, hajtom magam, gyűröm magam, be akarom bizonyítani, hogy én is jó vagyok. Ez végre sikerül, és akkor, amikor már azt hiszem, hogy na, végre akkor minden klapon, minden helyre jön, akkor jön mondjuk egy csúnya nyakfájás, mert mondjuk igazságtalanságként éltem meg az alapvető konfliktusom. Fáj, valameddig a nyakam, ráfogom az időjárásra, a frontra, a klímaváltozásra, stb. Aztán egy pár pillanat múlva, pár napig elmúlik. És akkor azt mondom, helyre jött. Igen. Akkor ijedünk meg igazán, amikor a hegyesedési szakaszban újra előjön. Akkor, amikor már a nehezén túl vagyunk. Igen. Akkor, és én ezt nagyon szeretem ezt a szót, ezt a kifejezést használni, amikor már félig meg vagyunk gyógyulva. Így van.
És itt kellene a leginkább odafigyelni. Mert én egy egyszerű nyakfájásról beszélek, tudom, akinek fáj a nyaka, azt mondja, hogy ez nem egyszerű fájás. De ha egy teljes gerinc oszlopot tekintünk... Hát azt is szét lehet szedni. Mert ugye jogunk van egyszerre több programot elindítani. Van erről is külön webkonferencia a gerincről. Akkor még az, hogy éjszaka izzadunk, forgolódunk az ágyunkban, nehezen alszunk el, azt még valahogy elviseljük, de amikor jön ez a nagy levertség, nagy gyengeség, nagy erőtlenség, ami mondjuk a hegesedési fázisra a leginkább jellemző, abban a pillanatban ijedünk meg, hogy fogy az erőm, baj van, pedig a biológián pont azért veszi vissza az erőkifejtésnek a képességét tőlünk, hogy végre le tudja zárni, hogy ne akarjunk újra valami olyan dolgot csinálni, ami megerőltet, ami megállíthatná a gyógyulásunkat. Az egész olyan gyönyörűen van kitalálva, csak ha nem értjük, nem tudjuk, nem ismerjük a germán gyógytudományt, a saját gondolkodásunk, a saját, csúnya szót fogok használni, megkövetek mindenkit, a saját tudatlanságunk áldozatai vagyunk, mert pont itt nem látjuk az összefüggést, és ilyenkor kellene a legjobban örülni, hogy épp gyógyulok. De azért kell megismerni az öt természet törvényt, hogy az alapokat megismerjük. Ezért van minden webkonferencia elején elmondva, abban a stílusban, vagy azzal kapcsolatban, ami a témához kötődik. És folytassuk akkor a történetet, mert ugye még csak ott tartunk, hogy tudjuk, hogy mi a DHS, és tudjuk, hogy két szakaszban zajlik minden értelmes biológiai különprogram, egy konfliktus aktív és megoldási szakasz, ennek lenyomata van mind a kettőnek az agyban. Oké. Na de, mi történik a két szakasz alatt? Ez itt a nagy kérdés. És erre már a harmadik természettörvény fog választani nekünk. És nagyon egyszerű az egész, a gondolkodás, mert csak arra kell gondoljunk, hogy miből vagyunk felépítve, Réka? Sejtekből. Sejtekből, amelyek működnek. Nos, a sejtekből vagyok felépítve, amelyek működnek, akkor mit tudnak tenni ezek a sejtek a túlélés érdekében? Vagy sejteket szaporítok, vagy sejteket sorvasztok, vagy működést fogok megváltoztatni, fékezni, blokkolni, és ezt vissza fogom csinálni a megoldási szakaszban. Ez ennyire egyszerű. Higgyék el, hogy ez nekem volt a legbonyolultabb. Orvosként elfogadni, hogy ez ennyire egyszerű. Hát ez valami elképesztő, nagy nehéz munka, mert rengeteg egyéb tudás van a fejünkben, amivel ezt nem tudjuk összeegyeztetni. De jön a magyarázat, semmi probléma, és orvosi magyarázatot fogunk kapni mindenre. Azt láthatjuk, hogy ha építettem sejtet a konfliktus aktív fázisban, a megoldás követő fázisban lebontom. És megvan pontosan, hogy milyen szövetek épülnek, és milyen szövetek bomlanak. Ha bontottam szöveteket, akkor a megoldásba visszaépítem, és erről lesz ma szó az agyvelő által irányított önleértékelési programokról. Ha pedig működést fékeztem, a működést helyreállítom. Én azt hiszem, ennél egyszerűbb egyenletrendszer nincs a világon. Ennyire egyszerű. És most jön a magyarázat, kedves kollégák, és hitetlenek, és egyebek, hogy csak az embriológiáig kell visszalapozni, és rá fogunk jönni arra, hogy a három csiralemezből, amit itt látunk bal oldalon, ebből alakul ki minden sejtünk, minden szövetünk. Na ezzel már senki se tud vitatkozni. Ezért nem tudták Hammer doktort leseperni, ezért nem tudtak a tudományával mit kezdeni, és akkor Hammer doktort kell tönkretenni. Ugye? Hát ez a megoldás a mai világban is. Van külső csiralemez, van belső csiralemez, és a kettő között a középső csiralemez. A külső az ektoderma, a belső az endoderma, a középső a mezoderma. És ezekből a sejtekből, csak bizonyos sejtek fognak kialakulni, azoknak megvan a megfelelő agyi központjuk, és egy életen át ez az agyi központ fogja irányítani a hozzátartozó sejteket. Tehát itt hierarchia van, nem demokrácia, hál' Istennek. Itt rend van. Ezt a rendet kell felfogni, megérteni. Itt látjuk
azt a képet, ugye, ami a koponyalappal párhuzamosan készül. Tehát ha itt én csinálok egy metszetet, akkor ezen a szinten fogom látni ezt a két képet. Persze azért ezt a kettőt, mert itt csak a sárga rész van, itt meg csak a piros rész van belerajzolva, mert didaktikusan így egyszerűbb és érthető. De hát az agykéreg meg az agyvelő ugyanazon a metszeten egyszerre fog jelentkezni. Erről ennyit tudjunk. Tehát egy csiralemezből egyfajta sejt alakul ki, és nincsenek áttétek. Tessenek megnyugodni. Láthatjuk, hogy ezek a nyilak egyirányúak. Nincsenek áttétek. Ez a legdurvább megijesztése a betegnek, hogy elveszítse a reményt a gyógyulásra. Nincsenek áttétek. Az, ami a belső csiralemezből kialakult, sejt, mindig elmondom, például egy prostatasejt, nem fog átköltözni a gerincembe, hogy csináljon egy áttétet. Biológiai képtelenség. Ami a nyirokcsomókban kimutatható, az teljesen normális. Az teljesen normális, mert az fogja lebontani a felesleges sejteket, amikor annak eljön az ideje. Itt van, hogy ki az, aki segít nekünk lebontani. Hát kérem, nem vagyunk egyedül a gyógyulásban. Mert a negyedik természettörvény rámutat, hogy a baktériumok, a gombák, a gombabaktériumok és a vírusok azok, amelyek segítenek nekünk. Mégpedig csíralemezhez kötöttem. Tehát az agyvelő által irányított programokban jönnek a gombák, és a megoldásban segítenek lebontani azt, ami feleslegessé vált. Az erdőben is a kidőlt fákat a gombák bontják le. A kisagyi programokban jönnek a gombabaktériumok, vagy TBC baktériumok, amik átmenet a gomba és a baktérium közt, és segít lebontani a felesleges sejteket. Normális? Teljesen. A baktériumok az agyvelő által irányított programokba jönnek, és csak a megoldásba jelennek meg, és segítenek visszaépíteni azt, amit lebontottunk. A vírusok is ugyanezt fogják tenni az agykéreg által irányított programokban, ott, ahol az agykéreg sejtekkel dolgozik, és segít a sejteket visszaépíteni, és akkor ki fognak mutatni humán papilloma vírust, amikor éppen gyógyulok, mert megoldottam egy féltékenységet. És az agykéreg az, ami blokkolja bizonyos sejtek működését, lásd bénulások, hallásvesztés, szaglásvesztés, cukorbetegség, és visszaállítja a működést, ha megoldottam a konfliktust. Kérem szépen, nem vagyunk egyedül a történetben. Ez 87-ben fedezi fel a Hammer doktor, negyedik természettörvény. Ezzel se tudnak vitatkozni. Akkor, ha minden ilyen gyönyörűen zajlik, miért leszünk krónikus betegségek? És itt jön be a mi hülyeségünk. Bocsánat, a hülyeségünk, a tudatlanságunk, mert hajlandók vagyunk tudományosan szenvedni. Ismerem a germán gyógytudományt, tudom, hogy egy konfliktus indítja el az egészet, de elkezdek bogyókat szedni. Mi lesz a következmény? Egy függő konfliktus aktivitás. El se jutottam a megoldáshoz. Nem a bogyók hiánya okozta a betegségemet, hanem egy lezáratlan konfliktus. Ezt tessenek megérteni. És minden más, ami nem a kiváltó okkal foglalkozik, az kérem szépen nem a beteg javát szolgálja, és most nagyon finoman fogalmaztam. Ezt tessenek megérteni. Az okokat kell megoldani, magát a DHS-t, ez a probléma. A betegnek kell megváltoznia ahhoz, hogy ez az ügy egy életre le tudjon zárulni. Jön a legdurvább dolog, a függő gyógyulás. Látjuk, eljutottunk a gyógyulási szakaszhoz, de valahogy mindig újra meg újra elakasztja, micsoda? A sín. Mert nem zártam le érzelmileg. Megbocsátok, de nem felejtek. Ez nem megoldás. A megoldás ott kezdődik, ha megkeresem a történetben a tanítást. Útmutatás van az előző előadásokban. Ez fogja a szöveti szerkezetet teljesen átalakítani, és azt már autoimmunnak fogják nevezni. Lásd, reumatoid artritis. Mert folyamatosan a gyulladás ott van a történetben. És ott van a policiklikus lefolyás, amikor ugyan eljutottam a történet végére, de újra meg újra jelentkezik,
Ez a hétfői csípőizületi fájdalom, aki tanfolyamon volt, már nevet rajta, mert tudja jól, hogy miről szól a történet. Minden vasárnap ott ebédel az anyósom, és nem bírom elviselni. Hétfőn mi lesz? Megoldom a csípőizületi fájdalmam, és hétfőn fáj a csípőizületem. Harmadik héten már elmegyek az orvoshoz, és mit fog mondani? Hát ez egy nagyon érdekes téma, ezt kéne kutatni, és erről külön írni szakdolgozatot. Ilyen szakdolgozatokkal van teli a medicina. Ilyen értelmes dolgokkal. És mi van akkor, ha az anyós minden nap bejön? Hát akkor itt van, akkor megvan a függő gyógyulás, és állandósul a csípőfájdalom. Nem csak hétfőn fáj, egész héten fáj. És mi van akkor, ha oda költözik az anyós? Ja, elmúlik a fájdalom. Mert konfliktus aktív szakaszban nincs fájdalom. Nem jutok el a megoldáshoz. És ugyanaz a probléma. Még mindig én nem vettem észre, hogy az anyósom a legnagyobb professzorom, egy diplomát kéne neki rajzoljak, és kitegyem a falra, és megköszönni neki, hogy rámutatott arra, hogy még mindig nem vagyok képes elfogadni. Igen, erről szól a történet. Na de az állatoknál ilyen nincs. Az állatok nem járnak állatorvoshoz. Miért? Mert kerülik a sineket. Ők a pillanatban élnek. Az itt és mostban. Hiába kérdezem meg a mókust, hogy te drága, milyen volt a február? De nem érdekli, most a párzás időszakkal van elfoglalva, és kergeti a nőstényt. Mert azt tudjuk, hogy a mókusoknál az a helyzet, hogy a nősténynek akkor történik meg a peteérése, ha a hím kergeti. És amikor már eleget kergette, akkor megáll neki. Így szaporodnak a mókusok. Hát nem aranyosak. És itt vannak a mackók, és itt vannak a növények. Kérem szépen, mondjuk már meg, melyik rossz indulatú? Van jó mókus, meg rossz maci, meg jó maci? Nincsen. A természetben minden tökéletes. A mi fejünkben van a probléma. Itt van a probléma. Csak a mi fejünkben van jó, meg rossz. Az ötödik természettörvény teszi fel Hámer doktor munkásságára a koronát. A lényeg megértése. Mikor rájövünk, hogy minden, ami bennünk zajlik, annak értelme van. A túlélés és a faj fenntartása. Tehát a betegség, amit mi betegségnek nevezünk, az az értelmes biológiai különprogramnak egy része. Pontosan a gyógyulási szakasz. És ezt kinevezzük betegségnek. Nagyszerű. Hámer doktor téziseit 1998-ban elismerték. Egyetemi szinten. Egyetemi szinten. Itt van az igazolás. A Türnávai Egyetem végre elismerte. Jaj, hát hogy Tübingenben nem ismerték el, miért? Mert hiába volt bírósági határozat arra ítélet, hogy a Tübingeni Egyetemnek kötelessége kivizsgálni, hogy Hámer doktornak igaza van, vagy nincs igaz, és zárjuk ezt a témát. Ez teljes logikus dolog. A Tübingeni Egyetem nem óhajt vele foglalkozni. Hiába ítélt a bíróság valamit, ő nem veszi figyelembe. Hát ő megteheti. Vajon miért? Vajon miért? Mert már én sem azt a medicinát tanultam volna, amit tanítottak, hogyha az első három természettörvényt elfogadják már akkor, amikor felfedezte Hámer doktor. Senki tudományosan még nem tudta megcáfolni mindazt, amit én itt elmondtam. Lehet vitatkozni, de a tudományos vitatkozás arról szól, hogy reprodukálható mintát mutatok. És rá fogunk jönni, hogy ez a tudomány, ez reprodukálható. Vagyis megismételhető. Vagyis mindenkinél ugyanúgy történik. Aki makacs, annak fáj a térde, pont. Akit az igazságtalanság gyötör, annak fáj a nyaka, vessző. És nem lehet úgy makacsnak lenni, hogy ne fájjon a térdem. Mert erre is volt rákérdezés. Szóval, ha megnézzük, hogy Hámer doktor tudományos táblázata miről szól, akkor megértjük azt a logikai rendszert, amit ő germán gyógytudomány néven védett le. Mert annyi új medicinát meg egyéb logikát írtak le, hogy az már elképesztő. Az nem Hámer doktornak a tudománya. Hámer doktor tudománya a tudományos táblázat, és azért nevezte germán gyógytudománynak, mert
Ez a gyógyítás szabadságát jelenti. A germánok szabad népek voltak mindig, és ezért nevezte germán gyógytudománynak. Nincs benne semmi antiszemitizmus, vagy egyéb, vagy nácizmus, se narcizmus, semmi. Kérem szépen, ez a magyarázat. Tessenek Hammer doktort eredetiben olvasni, és akkor meg fogjuk érteni, hogy miért is nevez meg dolgokat úgy, ahogy megnevez. Szóval, a konfliktus típusokat találjuk meg a csíralemezeknek megfelelően. Láthatjuk a sárga, a narancs és a piros oszlopot. A három csíralemeznek megfelelően. A sárga oszlop az agytörzs által vezérelt programokat tartalmazza, és mi a lényeg ennek, hogy falat konfliktusokkal van dolgunk. Hogy mi az, hogy falat konfliktus? Előadások vannak róla. Tessenek megnézni, nem részletezem. De itt mindig először építek sejteket, és a megoldásban lebontom, és segítenek a gombák. Max a gombabaktériumok. Ide tartozik a fehér folyás is, hölgyeim. Aztán van a kisagy által vezérelt program, ami a támadási, vélt vagy valós támadás, bemocskoltság és gondozási konfliktus tartalmazza. Mi az, hogy vélt vagy valós támadás? Hát ez a nagyokos agyunk nem tud különbséget tenni a valóság, az álom és az illúzió között. Ez ennyire egyszerű. Vagy igen? Megkérdezném, hogy mi az egyetlen valóság? Az, hogy ebben a pillanatban én beszélek, és önök hallgatják. Ebben a pillanatban nincs más valóság. Hogy elkezdődött a webkonferencia? Ja, az már történelem, az már rég elkezdődött. Hogy vége lesz? Az is még csak lesz valamikor. Az egyetlen valóság az, ami itt és most történik. És a biológia mindig erre reagál. És a biológiai reagálás arról szól, hogy üss vagy fuss. És vannak emberek, akik ezen a szinten reagálnak. Nos, támadás. Sejtszaporítást fogok rá csinálni, az írha a megfelelő szöveteiben. Gondozás. Azt jelenti, hogy túlzásba viszem az aggódást. Még mindig aggódok. Ha valaki megoldott valamit aggódással, legyen szíves, írja le, mert ilyen eset történetem még nincsen. Viszont, hogy meldaganatot csinált belőle, az természetes. Bemocskoltság. Nem csak fizikai szintű bemocskoltságot jelent, hogy beleestem a pöcegödörbe, váratlanul, meglepetésszerűen, és hú, és bemocskolva éreztem magam. Hanem az a rengeteg bemocskolás, ami a pletykákkal, a háttérben, az interneten történik, na az is az írhát fogja érinteni. Agyvelő, és megérkeztünk a mai nap programjához. Az agyvelő be, mint idegi központba. Azok a konfliktusok csapódnak, amelyeknek a témája az önleértékelés. Nincs önértékelés letörés. Ez egy kacifántos kitaláció. Ilyen nincs. Az én önértékelésemet csak én tudom letörni, senki más. És csak én tudom helyreállítani. Ezt jegyezzük meg. Tehát Hammer doktornál sincsen csak önleértékelés, németül. Szóval az önleértékelés az önpusztítást jelent. Az önpusztítás nem azt jelenti, hogy én érzelmileg padlón vagyok a bányászbéka feneke alatt, hanem azt is jelenti, hogy sorvasztom a sejtjeimet. És itt van az a rész, ami a luxusgruppe. Igen, mert nagy-nagy luxus leírni önmagunkat, mert nem tudjuk, hogy kik vagyunk mi valójában. De ebben most én nem megyek bele. Akit érdekelnek, a megoldások majd jelentkeznek. Szóval ott tartunk, hogy önleértékelés, önpusztítás, és ennek a térképét fogom ma bemutatni. Igen ám, de a narancssárga oszloptól kezdve, tehát narancssárga oszlop mindkét része, plusz a piros oszlop is egész végig, miről szól? Az oldaliságról, a biológiai kezűségről. És ez már megmagyarázza, hogy valakinek a konfliktusa kihez kötött, mert a jobbkezesnek mindig a partner oldala jobb oldalt, a balkezesnek mindig
a partner oldal a bal oldalt lesz, vagyis a partnerrel megélt konfliktusa a bal oldali test részén fog tüneteket mutatni. Az anya-gyerek önmaga, az pedig a másik oldalt. Tehát jobbkezesnek partner jobb oldalt. Ma volt egy balkezes hölgy a konzultáción, remélem itt van a webkonferencián, de név nélkül elmondom, hogy nem jött rá, hogy a melldaganata kivel kapcsolatos, mert ő azt hitte, hogy jobbkezes. És neki a gyerekével és az anyával semmilyen problémája nem volt. Nem az a kérdés. Az a kérdés, hogy kivel kapcsolatban élte meg valaki a melldaganat három konfliktusából legalább az egyiket. Az aggódást, az elválasztást és a vitaveszekedést. Ja, és kiderült, hogy igen, valaki hirtelen meghalt, és ez nagyon durva elválasztási konfliktust okozott 7 évvel ezelőtt. És ebből kiderült, hogy ő balkezes. A biológia soha nem hazudik. Tehát ha a taps tesz nem konkrét, és ha valaki balkézzel mégiscsak be tudja ütni a szöget a deszkába, akkor ne higgye magáról, hogy jobbkezes. Akkor sem, ha jobbkézzel ír. De kezesség és kezűségről ennyit, a többi benne van a megfelelő előadásban. A piros mező, ugye az agykéreg, mit mondtam? Birtok, elválasztási konfliktusok és működésváltozások tömkelegét tartalmazza, de ha valakit érdekel, hogy miért élünk meg konfliktusokat, és hogyan tudnánk feleslegessé tenni, te jó Isten, erről is van előadás. Kérdés, hogy kinek van erre ideje. Szóval ott tartunk, hogy önleértékelés, önpusztítás. Az önleértékelés témája az, hogy miben éltem én meg, miben írtam le magam. Ez meg fogja mutatni, hogy a testemnek melyik részét bontom le. Rendben? Az, hogy milyen erősen éltem meg azt a bizonyos önleértékelést, meg megmutatja, hogy milyen szöveteket bontunk le. Na vajon milyen szöveteket bontunk? Kérem szépen, a mozgással kapcsolatos szöveteket, és még hozzáteszem, hogy még mit. Tehát csont, ízület, ízülethez tartozó porcok, szallagok, izmok, izmokat ellátó erek, osztógyűjtő nyirokerek, és kötőszövet, zsírszövet. Nos, a zsírszövetnek a visszaépítése nem jár fájdalommal. Hú, hány ember ordibálna az utcán, ha fájna, hogy hízik. De ennek biológiai értelme van, mert a biológiában a kövér a szép. Igen, kérem szépen, ez biztosítja a túlélését. Az, hogy az ember extrém módon elhízik, az egy másik történet. Az ember már régen nem a biológiai programjainak megfelelően él, de hát ez egy külön témát megérne. Ott tartunk tehát, hogy amikor megélek egy konfliktust, nem mindegy, hogy milyen erős ez az egész. De a felsorolt szövetek mellett azért még egyéb szövetek is ide tartoznak. Itt látjuk azt az agyi térképet, amiben látható, hogy itt a koponyatetőtől egész le a lábamig, tehát itt végig a testemnek megvan a térképe, amivel idegpálya kereszteződés van. A baloldali részen a CT-n a testem jobboldali sorvadásainak lesz a becsapódása, és fordítva. De a csont, ízület, izom, ereg, kötőszövet, zsírszövet mellett itt látjuk még ezt a két pöttyöt, most bepirosítottam ezt a kettőt, ami a szív haráncsikolt izomzatának a reléjét jelenti, és itt a túlhajszoltság lesz az, ami tönkre teszi a szív izomzatot, és ebből lesz a szív izom infarktus. Ebből lesz a szív elégtelenség, ebből lesz a pitvar fibrilláció és egyéb ritmus zavarok. Mindről van webkonferencia. Tehát a szívet is itt látjuk. Rendben? Aztán itt látjuk két oldalt, a jobb és bal mellékvese kérget. Amikor rossz úton járok, akkor a mellékvese kéreg sorvadása indul be, hogy elvegye tőlem a kortizont, hogy ne menjek a halálomban, ne menjek a vesztembe, és amikor megoldottam a konfliktust, akkor többet kapok vissza,
És ez fogja a hölgyeknél okozni a szőrösödést. És itt van még alatta, itt külön látjuk, itt látjuk a lépnek a reléjét. Ez itt a lépnek a reléje, ide van kihúzva a szövegben, lépnek a reléje. Ez kérem szépen a lényeges, hogy a vérzéssel kapcsolatos önleértékeléseket a lép oldja meg. Akit érdekel, a nyirokrendszer és a lép előadásban megcsodálhatja, hogy a lépe milyen fantasztikus szerv, mert ennél az ennyi kivételesen biológiai értelem van a konfliktus aktív és a megoldási fázisban is. És itt van kérem szépen gyönyörű két nagy pötty, ezt láttuk az előbb a koponya CT-n is, baloldaliból volt éppen a víznek az eltávozása. Ez a veszteség konfliktusnak a színhelye, tehát herék és petefészkek, de ugyanakkor a veség parenkimájának is a reléje itt található, azaz ugyanígy csak egy kicsit mélyebben, egy alsóbb metszeten, de hát ide most nem tudok metszeteket kipakolni, tehát ezen a helyen fogjuk megtalálni azt, amikor valakinek a túl sok vízzel kapcsolatos félelme miatt a vese parenkima elkezd sorvadni, és emelkedik természetesen a vérnyomása, de ezt a veséről szóló webkonferencia anyagból megtudjuk. De megnyugodhatunk, hogy a testünk teljes része itt van két oldalt, és megtaláljuk a hámeri gócot pont ott, ahova kell. Na most, ha nem a csont érintett, hanem a kötőszövet, mondjuk a derekamnál, akkor azt is itt fogom megtalálni ezen a tájékon, ahol éppen az ágyéki rész van. Érthető? Ha a nyakamnál nem a csigolyámmal van gond, hanem az izommal, annak is itt fogom megtalálni az egyik reléjét. Mert az izomnak két reléje van. Az egyik, már haráncsikolt izomról beszélek, az egyik táplálja az izmot és az önleértékeléskor. Pontosan, hogy ez okozza a sorvadást, mert szűnik a táplálása. A másik reléje az a mozgató központban van. És ott fogjuk megtalálni a mozgató homunkuluszon, a nyaki részen a másik relét. Tehát van itt mivel foglalkozni, ha az ember ebbe szépen beleteszi magát, akkor egyszerűen el tudja kápráztatni az a csoda, az a rend, az a fantasztikus hierarchia, ami bennünk van, ami miért történik, hogy túléljük. Értsük meg, ha csak az ötödik természet törvényt megértjük, hogy minden értem történik, és nem ellenem, akkor már megnyugszom, és nem hagyom magam hülyíteni áttétekkel, olyan kísérleti gyógyszarokkal, amelyek megölnek, mert az a gyógyszer magyarul, amelyik gyógyít, amelyik nem gyógyít, az gyógyszar. Én csak magyarul beszélek. Értsük ezt meg. Nem vagyunk kísérleti egerek. Tessenek a jó öreg aszpirint nyugodtan bevenni, ha gyulladás van. Nem fog kiégni a gyomrunk, hogyha megfelelően bevesszük mondjuk táplálkozás után. Három szem aszpirintől senkinek nem lesz semmi baja. Fájdalomcsillapító, lázcsillapító, gyulladáscsökkentő. De hát túl jó, ezért kellett kitalálni rosszabbakat és drágábbakat. Ugye ennyi az történetnek a lényege, de hát ugye én mindig azt mondom, hogy nem kell elhinni mindazt, amit én itt mondok, tessenek leellenőrizni, és ha valaki úgy gondolja, hogy nincs igaza, akkor az írja meg. De tudományosan az egészet fektesse alá, tehát mondja el, hogy hogyan van. Nos, eljutottunk végre oda, hogy akkor kezdjük a bóbitával, a fejünk tetejével. Na vajon mi a fenét tudok én a fejemre önleértékelésként megélni? Hát ugye azt a sok okosságot, hogy milyen hülye vagyok. Elnézést a szóhasználatért, de ezt mindenki így fogalmazza meg. Nem fogom cizellálni most a stílust, mert nem az a lényeg, hogy most gyönyörű szép irodalmi nyelven elmondjam, hanem az, hogy magunkra ismerjük. Hogy te jó Isten, ezt én is így mondom. És hányszor mondom azt, hogy milyen hülye vagyok. Fantasztikus diploma ez, kitüntetés a biológiának. Mit tud csinálni? Hát lebontja a megfelelő szöveteket. A legsúlyosabb önleértékelés, mint mondtam, a csontokat érinti. Rendben van. És mi lesz ennek a következménye?
Hát itt látjuk a csontjukakat gyönyörűen ezen a koponyán. Ezt a mieloma multiplexről szóló előadásban is bemutattam. Onnan hoztam át ide, hogy lássuk, hogy mit tudunk csinálni. Persze itt most konfliktus aktív szakaszban készült ez a bizonyos csontröntgen, mert látszik, hogy itt elveszett a mész, lebontottam a csontot, és mintha lyukasztóval átlukasztották volna a fejemet. Ennyire egyszerű. Mi lesz a megoldásban? Hát feszülni fog a csonthártya, és fájni fog a fejem, de nem is akárhogyan. Maga a csont fog fájni, nem ami benne van, hanem a csont. És ezt gyakran csinálom oda-vissza, meg tudom vastagítani úgy a csontomat, hogy egyre nagyobb kalapokat kell vegyek magamnak. Kinövöm a kalapjaimat. Hú, kitűnő. Na de amikor csak úgy megszokásból mondom, hogy milyen hülye vagyok, az nyilván, hogy lágyabb szöveteket érint, mégpedig az ereket. És ebből lesz az érelmeszesedés, nem a libatepertő okozza az érelmeszesedést. Felejtsük el a koleszterin mesét, ezt már tudományosan is megcáfolták. Nem. Az önleértékelés, ami az erekfalát lebontja, a megoldásban visszaépíti az a drága jó koleszterin, mert ha az nem volna, akkor nem is lenne élet. Tehát ez a drága jó koleszterin az általam keltett sebeket az érbe a hártyán helyre fogja tenni. Ennyire egyszerű. Ja, a kérdés az, hogy hányszor csinálom meg újra. Ennyire. Én tudom, hogy a tudományosan gondolkodó embereknek ez igencsak egyszerű, és megjelenik bennük is, hogy ez ilyen egyszerű nem lehet, de ne higgyék el, járjanak utána. Bizonyítsák be, hogy nem így van. Na most hát a fejünk ugye a koponya, az az intellektuális önleértékelés. Na de van itt nekünk kérem szépen szánk, amivel harapunk. És a harapás konfliktusokról szó volt már a szájüregi biológiai programokban. Tudjuk, hogy van álcsont, meg van álkapocs, és abban vannak a fogak ugye szépen beimplantálva, eredetileg, aztán már lehet mesterségesen is implantálni, csak az egy kicsit drága cucc. Szóval a parodontopátia, a parodoncium, a fogágynak a gyulladása mindig a megoldásban jelentkezik, mert megértem, hogy képtelen vagyok beleharapni a másikba. Persze ez nem szó szerint, tehát van, hogy vagyok annyira intelligens, hogy nem így élem meg, hanem az a bajom, hogy képtelen vagyok parancsolni neki, helyreigazítani, és egy nagyobb gyereknek, akinek megtiltják, hogy a kicsibe belerúgjon. Mi lesz? Hát lyukas lesz a foga. Csókolom. Mert képtelen vagyok. Én bele tudnék rúgni, de nem engedik. Itt a lyukas fogat a zománcnak a sorvadása fogja okozni. A zománc nem ide tartozik, az ektoderma. Viszont a kicsi azt élenek, hogy én ilyen csöpp emberként képtelen vagyok abban a nagymarhába belerúgni, és akkor a lyukas fogának az alapja a dentin sorvadás lesz. És aztán itt van még a temporomandibuláris ízület, ugye milyen szépen szól, mintha olaszul mondanám, temporomandibulár. Igen, ez az állkapocs ízület magyarul. Gyönyörűen szól, főleg akkor, ha az állandó visszafogott dühömmel szét tudnám tépni, elkezdem bontani az ízületet, és kattog az ízületem. Ez gyönyörűen szól. Csak aztán elmozdul minden, a fogak már nem úgy találkoznak, és jön egy csomó következmény dolog, amiben nem megyek bele, mert ez már fogászati, szakmai dolog, ezzel foglalkozik a fogászatnak egy külön része. Nos, akkor már megláttuk, hogy a fogak, hogy a parodoncium, és mit ad Isten, még a szemem csontos falát is képes vagyok lebontani. Ilyet is láttam. Hát el nem hittem volna. Persze adtak rá magyarázatot akadémikusan, és az agyhártya már a szem külső inhártyájával érintkezett, és kitaláltak rá egy kifejezést. De mi lett a csonttal? Ja, a legsúlyosabb önleértékelést éltem meg látáshoz kötöttem. Tehát az a problémám, hogy azzal kapcsolatosan, amit látunk, teljesen elégedetlen vagy elégedetlen vagyok a saját látásommal, leírom magam, mert nem látok már semmit, egy szembetegség miatt mondjuk,
Ilyenkor a súlyos önleértékelésre azt a vékony csontos lemezt képesek vagyunk felszínni. Hát, aki már vizsgált koponyát, ugye eredeti koponyát és nem műanyag koponyát, tudja, hogy mennyire vékony csontos lemez választja el a szemüreget a homloküregtől. Hú! Aki hallgatott két héttel ezelőtt, annak mutattam, hogy a homloküreg alsó részén, amikor benyúlnak az orrunkba, akkor odáig tudnak felnyúlni. A szemünk mögé, az homloküreg alsó részébe, ahol a félelem konfliktusok vannak. De hát, na, szóval menjünk tovább, és most már akkor nézzük meg, hogy mit lehetne tenni annak érdekében, hogy a nyakunk is rendben legyen. De hát, ha én nyakas vagyok, mint egy debreceni református ember, és kötöm az ebet a karóhoz, mert nekem van igazam, mert én vagyok az igazság bajnoka, hát akkor kérem, a nyakammal lesz gond. És hát rámondják, hogy vastag nyakú kálvinista. Természetesen attól lesz vastag a nyaka, hogy bontok, építek, s egyre többet építek vissza, policiklikus lefolyással. Ez így nem szerepel se a könyvben semmit, de ez úgy mindig a bögyönben van, hogy elmondjam. Szóval a nyaknak az igazságtalanság fogja elindítani a programjait. A legdurvább igazságtalanság csigolya összeroppanáshoz vezet. Nem fáj semmi, csak összeroppannak a csigolyákhoz, na akkor csípődnek be azok az idegek, amelyek a vállba és a felkarba hozzák a megfelelő idegszálakat. Ez már csak következmény lesz, hogy oda kimegy a fájdalom. De ha ügyes vagyok, akkor csak a porckorongot szedem szét, és csinálok nyaki gerincsérvet. Vannak görbületi eltérések, mert ugye a nyaknak van egy fiziológiás, egy élettani görbülete a gerincnek. A nyakam előrefele domborodik, a hátam hátrafele domborodik, az ágyék előre, keresztágyék hátra. Tehát van egy ilyen S alak. És a nyakamnak az előre domborodását képes vagyok megváltoztatni, hogy hátra domborodik. Láttam milyen röntgent háziorvos koromban, fogalmam sem volt, hogy mi volt az oka. Hát természetesen. És mit fog mondani a medicina? Az, hogy genetikai, az, hogy örökletes, és keresi a génekben a hibát. Na most már lépjünk tovább az izmok mezeire, és biztos látunk embereket, akiknek egyfolytában így jár a feje, és mondja, hogy nem, nem, nem. Énekeltük mi a bulikon, hogy nem, 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 nem megyünk mi innen el, de ez nem járt ilyen fejrángatással. Viszont láttam, volt nálunk ember, akit hatalmas igazságtalanság ért, egy nagy átverés minden, nem így képzelte el az életét, és nem tudott kibékülni ezzel az egésszel, és elkezdett az izmai által a feje mozogni. A nemleges mozgást ismételte folyamatosan, és ezáltal mindenkinek kifejezte, hogy mekkora nagy igazságtalanság érte őt, egyfolytában ismétli a nemleges fejmozgást, ez már mozgászavar, ez már oda tartozik a működésváltozásokhoz, de a mozgászavar előtt megélte a kedves beteg az izomzatnak a lesorvadását, és azért nem tud meggyógyulni, mert függő gyógyulásban maradt. De van, aki mindenre bólogat. Igen. Ilyet is látom. Miért bólogat egyfolytában? Hát azért, mert mindig a mások véleménye után megy. És kényszeresen mindenkinek mindig igazat ad, mert ez biztosítja a túlélését. Így van? Így van. Szóval, és képtelen nemet mondani, nemet nem, mindenkinek igazat ad, és az ilyen ember azt mondja, hogy minden gyógymódnak van létjogosultsága. Na, mondtam én neki egy szépet, hogy minek van létjogosultsága. Az egyetlen gyógymód, aminek létjogosultsága van, jegyezzük meg, hogy az, ami a valós okokat fogja megoldani. Az összes többi kamu. Kamu. Időtöltés, pénzkidobás, és a beteg egyre betegebb lesz. Aztán van nyaki érszükület, meg nyaki nyirokcsomó megnagyobbodás. Hogy tudnánk magunknak, mondjuk, jobboldali nyaki érszükületet csinálni? Mondom a receptet, tessék felírni. Igazságtalanságot élek meg, de nem túl erősen. Az olyat, ami úgy frusztrál engem, valamivel elősebb, mint egy egyszerűbb, hogy zavar,
Több, mint zavar, de úgy mindig folyamatosan hol előjön, hol elmúlik, mert az, aki igazságtalan volt velem, az úgy minden héten találkozik velem. És mit csinálok? Minden héten bontok és visszaépítek, és bontok és visszaépítek jobbkezesként a jobb nyaki ütőérben. És ez lesz, hogy a jobb nyaki ütőérnek a lúmene, az átmérője beszűkül. Ennyire egyszerű. Tessék már megkérdezni az érsebész, hogy a doktor úr, miért a jobb oldalt, és miért nem a bal oldalt, vagy miért nem mind a két oldalt? Hát mi okozza, hogy csak az egyik oldalon van? Ha tudja a germánygyógytudomány, tudja a választ, de lehet, hogy fél elmondani. Szóval félünk az igazságot kimondani, ez egy hatalmas probléma, de végül is, mondjam úgy, hogy ahogy szokták fogalmazni, ami az univerzumban benne van, azt már nem lehet elhallgatni. Aki erre az igazságra kíváncsi, az most itt ül és hallgatja a webkonferenciát. Szóval a nyaki nyirokcsomó megnagyobbodás előfordul, ha van egy rossz fogam. Előfordul, ha nyálmiri gyulladásom volt, és azt éppen rakom helyre. Ez mind rendben van. De előfordul, hogy csak úgy, unalmában, idézőjelben mondtam, a nyirokcsomó megnagyobbodik. Mert ért egy igazságtalanság engem, hosszú ideig tartott, egy munkahelyi igazságtalanság, 6 hónap múlva kiderül, hogy nekem volt igazam, és akkor elkezdem visszaépíteni a lebontott nyirokcsomót. És nem is jár különösebb fájdalommal, de mivel nincsen úgymond egy fertőző góc bennem, csak ugye a nyirokcsomó megbolondult, és elkezdett növekedni, rossz indulatú, és rögtön ki fogják nevezni Hodgkin-kórnak. Hát nevezzék, hát én szerintem a nyirokcsomóinkat abszolút nem érdekli, hogy minek nevezi a medicina, de amikor kapja a parancsot, hogy sorvadni kell, akkor sorvadnak. Mikor jön az agyi parancs, hogy program feloldva visszaépíteni, akkor visszaépít. Hát ez ennyire egyszerű. A nyakról és a vállról van egy külön előadás, az a címe, hogy az igazság és igazságtalanság biológiai következménye. Nemrég volt ugye a 4 éves évfordulója a webkonferenciáknak, és mivel ez volt az első webkonferencia téma, hát ezt újra feldolgoztam, ezt a képet is ott láthatjuk. Ez a vállat mindig a lelkismeret furdalás érinti, de hát a vállunkban rengeteg minden van. Isten ments anatómia, gyakorlaton kihúzni a vállat, mondjuk a hónaj árkot magyarul, mert ott annyi kábel van, te jó Isten, ha nem jót mondok, meghúztak. Ez első éven, ezt minden első éves medikus tudja, hogy ez egy nagyon nehéz történet. Na de mi van itten? Hát a nyakamból ugye kilépnek a borda közti, a nyakamból kilépnek az idegek. A bordánál lépnek ki a borda közti idegek, a nyakamnál az a karfonat alakul ki ezekből az idegekből, ami aztán az ujjaim végéig biztosítják a megfelelő idegi ellátást, tehát mozgást, érzékelést, tapintást, stb. És vérellátást. Láthatjuk sárgával itt az ideget. Persze ez nem sárga, ez csak didaktikailag sárga, didaktikailag piros az artéria, és didaktikailag kék a véna. Ezek a lágy részek. De itt vannak izmok is, van porc, és van csont. Igen, a szkapula, vagyis a lapockámnak az ide tartozó része, a kulcscsontnak az ide tartozó része, és a felkarcsontnak a felső vége hozza létre a váll ízületet. Nos, ez mind-mind attól függ, hogy mit mondtok, hogy milyen erősen furdal engem a lelkismeret. És tudok csontszarkómát csinálni minden csonton a vállamnál is, ilyet is láttam sajnos, és az lesz a következmény, hogy egyre vastagabb lesz az illetőnek a válla. A csont tömegében vastagodik. Ha konfliktus aktív szakaszban maradok, akkor az ízületet bontva instabil lesz a vállizület, és ezek lesznek ezek a spontán ficamok, hogy csak úgy magától egyet mozdultam, és már kiakadt a vállam. Le kéne zárni, kérem szépen, a lelkiismeret fordulást. Kattog a vállam, természetes, hogy kattog a vállam, ha még mindig benne vagyok az önleértékelésben, vagyis a lelkiismeret fordulásban, és amikor jön a gyógyulási szakasz, hurrá,
periartritis, tehát az ízület körüli szövetek gyulladása, humerosz kapuláris, tehát felkarcson, és a lapocka csont környéke. Ez az úgy be tud gyulladni, hogy meg se bírom mozdítani a vállam, és akkor eljut az epileptoid krízisbe, akkor marad. Ezt fogják befagyott válnak nevezni, és akkor jön az orvos, beszúr egy injekciót, ez az igazi, és már mozog. Hát volt ilyen befagyott vállal nálam beteg, csak én akkor manuál terápiával hoztam az egészet rendbe, akkor még csak annyit tudtam, de legalább nem injekcióval. És gyönyörűen kilazítható volt az izomgörcs, rendbe rakható volt, lézert használtam, igen, annak gyulladáscsökkentő hatása van, most is megvan, pont lézeren, 500 milliwattos, ezt lehet használni minden probléma nélkül. És amikor a mellkas felső kimenete, felső nyílása beszűkül, akkor ebből lesz a TOS, Thoracic Outlet Syndrome. Tehát mi tudja ezt okozni? Az izomnak a megvastagodása, ugye? Az izomnak a megvastagodása fogja okozni a Scalenus szindrómát, mert ez a Musculus Scalenusnak a megvastagodása az erek és az idegek becsípődését fogja okozni. Aztán képes vagyok az idegeket és az izom megvastagodással képes vagyok ideg érszorulást csinálni, ez a costoclavikuláris szindróma. Amikor csak az izom vastagodik meg, az a scalenus, és costoclavikuláris, amikor ideg is érszorul be, illetve van, hogy csak mikor felemelem és hátra nyújtom a kezemet, akkor érzek fájdalmat, ez a hiperabdukciós szindróma, mert itt még mindig az izmoknak a programjáról van szó. Na és akkor lapozzunk tovább, mert még mindig csak a felső végtagnál vagyunk, te jó Isten. Túl részletes vagyok, azt hiszem, de hát ez dobta a gép. Mi van a felkarunkkal? Mire használjuk a felkarunkat? Nem azzal fejezem ki, hogyha azt akarom mondani egy néma filmben, azt kell kifejezem, hogy menj odébb. Hogy fogja a színész kifejezni? Hát úgy, hogy emeli a felkarját, és inti a könyökével, hogy kívül tágasabb. Tehát a felkar fájdalom akkor lép fel, amikor képtelen voltam távol tartani magamtól azt, akit nehéz volt elfogadnom. Ugye ide jönnek a finom kis zsörtölődések. És a könyökömnek is ez a lényege, mert ennek a felkarnak az alsó végén a könyökizület van, és a külső része arra való, hogy kiüssen mellőlem azt, aki rivális, és most már elegem van belőle, de képtelen voltam elzavarni azt, aki itt settenkedik az asszony körül, és teszi neki a szépet. És akkor, mikor végre lelép az az illető, akkor elkezd fájni nekem a külső bügyköm. De hát ez munkahelyi történet is lehet, hogy a friss diplomás túlokosabból elege van a régi mesternek, és legszebben fenékbe rúgná, de hát ezt nem így éli meg, hanem hogy odébb tenni, csak nem teheti. Szóval, amikor meg belül fáj a könyököm, akkor meg miről beszélek? Akkor golf könyökről beszélek, mert végre át tudtam ölelni azt, akit eddig képtelen voltam átölelni. Ennyire logikus az egész történet. Az alkar, azt még eddig külön nem emeltem ki, de vajon mi a lényege az alkarnak? Hát aki már boncolt alkart, az tudja. Az egy fantasztikusan gyönyörűen összerakott része az emberi testnek, mert az ujjaink mozgása az az alkar izmok összehúzódásával a következménye. Igen ám, az izmok itt vannak az alkaron, itt. Itt húzódik össze, és az izom az új begy befordulása azért lesz, mert ez az összehúzódás, ez a megrövidülés továbbadódik az inak által. Na, itt jön akkor a lényeg, hogy miről szól. Ahogy képtelen vagyok valamit megfogni, megtartani, vagy a feszítőizmommal távolítani. Megtenném, ha tudnám, de nem tudom. Nos, akkor lesz az izomérintett, illetve az alkarban azok az inszallagok, amit majd akkor azt fogják mondani, hogy inhüvelygyulladás.
Tehát az inhüvelygyulladás, tendovaginitis, ez is oly gyönyörűen szól. Szóval tendovaginitis, ez azt jelenti, hogy az inhüvelygyulladás azért lépett fel, mert megoldottam azt a konfliktusomat, ami valójában a fogással, a megfogással, a megtartással kapcsolatos. Igen ám, de mi az, amivel valamit szorosan a kezembe meg tudok tartani? Hát az a csukló. De képtelen vagyok erősen a kezemben megtartani a dolgokat, átvitt értelemben manipulálni a többit, hogy azt csinálja, amit én szeretnék. Én kíváncsi vagyok, hogy a mai politikai vezetőknek mennyire fáj a csuklója, szóval manipulálni. És akkor kiderül, hogy itt látjuk ezt a bizonyos tendont, vagy inot, amire mindig felhívom a figyelmet, most hoztam egy képet is róla, ugye ez a kereszt ligamentum, tehát a csukló alagút kereszt szallagja. Tendon carpal ligament. Itt van ez itt bekarikázva, tehát ez bontom, visszaépítem, egyre többet építek vissza, csak hogy akkor ez az alagút, amin keresztül mennek az elek és idegek, egyre szűkebb lesz, és jönnek a következménytünetek. Mondjuk, hogy csak a kisujjam, meg a gyűrűs ujjam külső része zsibbad. Miért? Mert az ulnáris ideg került szorult helyzetbe. Nervus ulnáris, vagy sinkcsonti ideg magyarul. Ennyire konkrétek a tünetek. A kéz az minden konfliktus, amit a kezemre asszociálok, azzal kapcsolatban élem meg, hogy magyarul mondjam, az mind a kezemet fogja érinteni. Hát, ha valaki egyfolytában azzal van, hogy ügyetlen, meg lyukasmarkú, akkor az a tenyerét érinti. De ha az ujjaihoz kapcsolódó a konfliktus, akkor ott fogja megélni. És akkor itt beszélhetünk a reumatoid artritisről, a polimiozitisről, ez az immunológiáról szóló előadásokban benne van, meg a szisztémás szklerózis. Itt látunk egy olyat, amit nem mutattam, bocsánat, ez az úriember, ez nem szándékosan mutat így fel, nem, összezsugorodott az ina, és ezért áll fölfelé, hát nem a nagy, a középső, hanem a gyűrűs ujja. Vajon miért? Mert képtelen volt megtartani a párját, a partnerét, ott van partner oldalon, ha jobb kezes, ugye, képtelen volt megtartani, és ezért összezsugorodott az az ina, tehát még mindig konfliktus aktív szakaszban van, és az ülja pedig így marad. Na ezt úgy hívjuk, hogy Dupuy-t rendkontraktúra. És hát itt is inhüvelygyulladás a megoldásban. Ugye milyen szép történet. Hát komolyan mondom, annyira logikus, annyira egyszerű. Na és a gerincről, az egész gerincoszlopról van egy teljes előadás, a nyakunkról már tudjuk, hogy az igazságtalanság, de amikor tönkre ment az élet műve, hát akkor a háti gerincet fogom szétszedni, ugyanúgy, mint a nyakat. Vagy összeroppan a csigolya, vagy csak gerincsér lesz, vagy a lágyabb szöveteket fogom lebontani, visszaépíteni, és ez a policiklikus lefolyás itt a végén, akkor egyre vastagabb és vastagabb lesz a csont. Egyre vastagabb és vastagabb lesz a porc. És aztán jön majd egy összefoglaló diagnózis az egészről. Ha konfliktusban maradok, összeroppan a csigolyám. Ha függő gyógyulásban, akkor állandósul a fájdalom. Ha policiklikus, akkor hol fáj, hol nem fáj. Egyértelmű. De mi az, amit még a háti szakaszra, a mellkasomra asszociálok? Ha asszociálok, az is, ami elől van. A mellműtét után, a mellamputáció után egy hölgy leírja magát olyan mértékben, hogy a háti csigolyái elsorvadnak. Mert én ezen a szinten már nem érek semmit. Hát, hölgyeim, aki ezt tényleg így gondolja, az hatalmas tévedésben van. Aztán most jön a derék, amiről külön előadás is van, és de külön beszélek róla még a gerincoszlop programjaiban is. Tehát a személyiségemben megélt konfliktus. De mi az én személyiségem? Ki vagyok én valójában? Kivel azonosítom magam? Milyen szerepekkel, biológiai, családi, társadalmi szerepekkel azonosulok? Olyannyira, hogy belebetegszem. Mert leírtam magam, hogy leváltottak abból a funkcióból. Mert én voltam a csoportvezető, és most más neveztek ki.
Ez a semmi személyiségemben megért önleértékelés, szétszedem a derekam. Én vagyok a világ legtökéletesebb sofőrje, és amikor beintenek nekem valamit, akkor én hülye el is hiszem, és leírom a magamat. Tehát mindig én írom le magamat, nem a külvilág ír le engem, de miért? Mert nem tudom, hogy ki vagyok én valójában. Konfliktus aktív szakasz, nagyszerű, nincs fájdalom, viszont sorvasztom a megfelelő izomzatot. Tehát ha itt jobb oldalt, jobb kezesként megéltem, a személyiségben egy önleértékelést, akkor mi történik? Ez az izomzat itt, ez lesz sorvasztva. Megegyeztünk, azért húztam ide egy nyilat. Ha ez elgyengül, akkor mit csinál a gerinc? A gerinc áthúzódik a másik oldalra. Mi lesz ennek a következménye? Az, hogy becsipődik ez az ideg, ami itt van. Logikus? Igen. Konfliktus aktív fázisban ezért megjelenik az isiász. A másik oldalon jelenik meg, és lemegy a fájdalom egész a sarkamig. Megoldásban eltűnik az idegbecsipődés okozta neuralgia, és elkezdem visszaépíteni az izomzatomat a derekamba, és akkor jobb oldalt megjelenik a fájdalom. Igen ám, de hogyha nem az izomzatot bontom, hanem direkte a csigolyát, akkor ha bal oldalt bontottam a csigolyát, illetve a csigolya közti porckorongot, akkor itt fog becsipődni. Akkor viszont erről van szó. Tehát különbséget kell tenni, hogy csigolya közti porckorong sérv okozza a fájdalmat, vagy nincsen sérv, de mégis van is ijász. Ugye, hogy nem is olyan egyszerű, de ettől gyönyörű. Amikor meg megcsinálom függő gyógyulásba, oda-vissza történetet, jön a gerinc csatorna szűkület. Ezt is meg tudjuk csinálni, mert ilyen ügyesek vagyunk. De van tovább, és tovább az, amikor a keresztcsontot teszem tönkre. Amikor alapjaiban tette padlóra az önmagamról, az életemről szóló elképzelésemet az, ami történt. Például valaki azt hiszi, hogy boldog családi idillben él, és az asszony bejelenti, hogy elválunk, és a kölyköket elviszem. Két oldalt is megtörténik a bontás, mert se gyerek, se asszony. Tehát anyagyerek, partner oldal, egyszerre. Ha veszteségkonfliktusként éli meg, és most kitérek a veszteségkonfliktusra, tehát ami a heréket érinti. Hát ez az ember innentől kezdve a piros lámpás házakba fog járni, hogy bizonyítsa, hogy ő a legjobb kanna világon. Benne van a biológiai kényszer, hogy ezt csinálja, mert megalomán konstellációba kerül, szexuális megalomániába. Veszteségkonfliktus gyerek, veszteségkonfliktus párkapcsolaton. Na de az megoldotta azt is, hogy az életéről szóló elképzelése tönkrement. Keresztcsontban képes a mellette levő, nagyon kevés porszövet van itt, de képesek vagyunk ezt bontani, visszaépíteni, és akkor ebből lesz a kondroszarkóma. Legtöbbször csontszarkóma alakul ki, konfliktus aktív szakaszban pedig a csontjukat. Elképesztő dolgokat tudunk csinálni magunkkal. És akkor, ha már itt vagyunk a keresztcsontnál, mit csinálunk a medencecsonttal és a csípőizülettel? Erről is van külön webkonferencia, és tudjuk, hogy a medence az több csontnak az ízesüléséből alakul ki, a medencecsont. Ugye itt van hátul a szakrum, vagyis a keresztcsont. Két oldalt van a csípőcsont. Alatta van az ülőcsont. Elől van a szeméremcsont. És mit tudok csinálni? Hogy tudjuk ezt tönkretenni? Hát mivel a medencecsont az anyasságnak az a helye, ahol a magzat kifejlődik, ezért az anyassággal kapcsolatos, összes súlyos önleértékelés a medence csontban fog lyukakat létrehozni konfliktus aktív szakaszban. Nem áttétek a medence csontban, hanem fel nem oldott konfliktusok. Oda-vissza játékban tudok csontszarkómát csinálni belőle. De a szexualitásban megért legsúlyosabb önleértékelés. Ezt az izületet szedi szét, ami a szemérem csontot köti össze.
És amikor jön a gyógyulási szakasz, iszonyú fájdalom lép fel. Ilyen beteget is láttam. És hiába mondtam, hogy ne használja a kábító fájdalom csillapító tapaszt, ő használta. És frekvenciát váltott. Aztán tudjuk, hogy a csípőízület itt van, arról szól, hogy nem bírom elviselni. De ennek is vannak fokozatai. Ha nagyon nem bírom elviselni, akkor lesz a spontán törés, és eltűnik például az ízületi felszín a csontokról. Tehát csont a csonttal fog érintkezni. Ha a függő gyógyulásban van csontszarkóma, a gyógyulási szakaszban kokszartritis, amikor már tönkrement, akkor kokszartrózis lesz. De erről külön webkonferencia szól, illetve amikor ezt a nem bírom elviselni konfliktust egy finoman élem meg. Nem az, hogy nem bírom, hanem hát nehezemre esik ezt elviselni, hogy az történt, ami. Jó, akkor lágyabb részeket fogunk mondani, ebből lesz a lágyéksérv és a combsérv. Ennyire egyszerű. Nos, akkor, ha tovább nézzük a történetet, akkor a térdízületnél már említettem, hogy a makacság az mindenképpen érinti a térdet, de ne feledjük, hogy a sportban megélt önleértékelés is a térdünket érinti. Kikaptunk a vasárnapi meccsen. Bontom a jobboldali térdízületen. Nem fáj semmi. Egy hét múlva győzünk. Helyre tettem a sportban megélt önleértékelést, és elkezd fájni a térdem. Kedves sportolók, mindegy, hogy kézilabda, fotball, síelés vagy sakk, a térdizület mindig a sportban megélt önleértékelést is jelenti, plusz makacságot. És hát a konfliktus mértéke eldönti, hogy csak porckopás lesz, vagy lazák lesznek a szalagok, vagy mi a fene. És nem a hialuronsav, és nem a kondroszulf, és nem a megevett cuccok fogják rendbe tenni a térdizületet. Nem tudom, milyen elképzelés az, mert most tényleg gondolkozzunk egy kicsit biológiailag és logikusan. Megeszem a zsíros kenyeret. Akkor az azt jelenti, hogy a zsír a fenekemre fog rakódni? Nem. Megeszem a kondroszulfot. Az pont abba az egy ízületbe fog eljutni? Mi meg van jelölve neki? GPS van beépítve a tablettába, és az pont oda fog menni, ahova kell? Hát ébredjünk már fel, amit megeszünk, azt a belek lebontják, a máj átalakítja, szétszedi alkotó elemeire, és azt épít fel belőle, amit én megengedek. Például, hiába szedi valaki a vasat, és szopogatja a vasrudat, mert anémiás, nem lesz jó a vas szintje, amíg az önleértékelést helyre nem teszi. Addig a biológia nem engedi meg, hogy a vas felszívódjon. Na, erre tessenek gombot varni. Most döntsék el, hogy akkor mennyi pénzt költünk még feleslegesen mindenféle étrendkiegészítő finomságokra. Ó, tudom, rengeteg embernek rontom az üzletét, de ideje lenne felébredni, és a megfelelő módon gondolkodni. Lélek-agyszer szinten szedtem szét magam? Igen, ugyanígy fogom helyrehozni magam. És a megoldási szakaszban ennem kell? Igen. Ott nem mindegy, hogy mit fogyasztok. Ott már hadd legyen alga a táplálékba, hadd legyen megfelelő állati fehérje, mert kell a cucc, hogy visszaépítsen. De a konfliktus aktív szakaszban hiába próbálom én a lekopott porcokat pótolni akármivel. Vannak olyan ortopédus kísérletek, hogy máshonnan vett porc hengereket beépítenek a lesorvadt csontba, a porc felszínre. Ismerek kollégát, aki ilyet csinál. Hát csinálja. Én nem szólok ebbe bele, mert ameddig nem értjük, hogy mi van a dolgok hátterébe, addig nem fogunk megfelelő megoldást találni soha. Tehát a térdünket megértettük. Miért a makacság? Mert a makacság egy rugalmatlanságot jelent. És a térdem adja a járás közben azt a rugalmasságot, ami feltétlenül szükséges. Próbáljuk meg az egyik lábunkon a térdizületet kimereviteni, és próbáljuk meg rugalmasan menni. Nem fog menni. A lábszár. Na, a lábszár mi az? A béklyó konfliktusa.
A csikós akkor tud nyugodtan aludni, ha a két lónak az első lábát összeköti, és akkor nyugodtan aludhat, mert egymáshoz vannak kötve, és egymás nélkül nem tudnak tovább jutni. És hányszor élünk meg ilyen konfliktust egy párkapcsolatban, vagy akármilyen kapcsolatban, vagy egy munkahelyi kapcsolatban. Hogy kötve vagyok ehhez a munkahelyhez. Elmennék, de nem engednek. Oké, mi lesz a válasz? Az artériák falának a bontása, visszaépítése, ebből lesz az érszükület. Nem a dohányzás okozza az érszükületet, tessenek megnyugodni, akármilyen csúnya képeket tesznek a dobozokra, hanem az önleértékelés. És ott lesz a vízér, mert nem tudok élni nélküled, ez a slágerem, tehát kötöm magamat, képtelen vagyok nélküled labdába rúgni, képtelen vagyok nélküled az életemet élni, és akkor ez a hatalmas kötöttség a lábszáron fog megjelenni, mint viszér. És ha ezt én kitartóan csinálom, hát akkor már lesz belőle lábszárfekély, akkor már létrejön a vénás keringési elégtelenség, ez már csak következmény. De az alapvető konfliktus az a békjó konfliktus, amit megéltem. Képes vagyok ezt csontok szintjéig levinni. Látunk olyan csontot, amin csontjuk lett, aztán visszaépült. Van ilyen röngellelet. És ne feledjük, hogy a vízszérgyulladás gyógyulási szakaszában az epileptoid krízisben jön a drága szép trombózis. Igen. Ha a nyirokrendszert bontok, akkor meg elefántiázis lesz a következménye. Az erekről szóló webkonferencia anyagban ez gyönyörűen el lett mesélve. És akkor lejutottunk a boka ízülethez és a lábhoz. Hát a bokám az a tengely, ami ugye a láb ízület, a lábfejet mozgatja. Tehát a boka ízület mentén tud a láb hátra felfelé feszülni és előre hajolni. Csak tisztázzuk, hogy a láb az, ami a boka alatt van. A többit úgy hívjuk egybe, hogy alsó végtag. Szóval a boka az a lépést, az ugrást segíti, de ha képtelen vagyok kiugrani abból a pokolból, amiben vagyok, akkor lebontom legsúlyosabb történetben azt a csontot, amit úgy hívunk, hogy bokacsont. Bizony, latinul tarsus. És aztán, amikor visszaépítem, akkor jön a fájdalom. Konfliktus aktív szakaszban azt mondják, hogy aszeptikus csontnekrózis vagy szüdegszindróma. Visszaépítésben jön a tarszalgia. Amikor lazább ízületeket bontok, akkor ugye lazább történetben, hát elbontom a bokaszalagokat, és akkor laza lesz az ízületem, és folyton félrelépek. Ja Istenem! Aztán jön a lábam, mert ugye a lábam mi? Hát ezen állok, vagy nem? De ha képtelen vagyok megállni a lábamon, ez az én megélésem. Mert mondjuk 32 évesen rokkant nyugdíjas lettem, és képtelen vagyok megállni a lábamon anyám nyugdíja nélkül. Csak mondok egy ilyen átvitt értelmű képtelen vagyok megállni a lábamon történetet, akkor a lábnak a kötőszöveteit fogom lebontani. És a gyerek vajon nem ezt éli meg, amikor látja, hogy mindenki körülötte szalad, és ő képtelene megállni a lábán, mert folyton elesik? És ebből lesz neki a luttalk, és amikor megtanul rendesen járni, akkor a luttalk eltűnik. Hoppá! Van történetem erről a könyvben, ami féloldali luttalp kialakulását jelenti iskolás lánynál, és ez a luttalp meggyógyul. Székelyföldi történet. Aztán van bütyök, ilyet is tudunk csinálni, mert ne feledjük, hogy amikor állok a földön, a talpam három ponton érintkezik a földdel. A sarkam, a nagy lábúj alapizülete és a kis lábúj alapizülete. Erre a három pontra támaszkodok. Nyilvánvaló, hogy a nagylábúj és a kislábúj alapizületek között, metatarszofalangiális izület, az ott egyben megvan az a kis párnácska. Van az, hogy az is berobban, természetes, de a stabilitását a megállásomnak ez a három pont adja. Ebből vizsgáztam anatómiából első éve. Szóval a
lényege ennek a biomechanikai szemléletnek az, hogy ez magyarázza, hogy le tudom bontani a bütykömet, amikor képtelen vagyok megállni a lábamon, vagy ha képtelen vagyok a sarkamra állni, akkor a sarokcsontnak ezt a kis bütykét, tuberkát, ezt fogom lebontani, fájdalmatlan, de amikor visszaélek, mert végre kiálltam magamért, akkor megfájdul a sarkam. És nem a cipő tette, és nem a, nem tudom, a sokat álltam egy helyben történet, nem. Megoldottam, most kiálltam magamért. Ha ezt oda-vissza sokáig csinálom, akkor tudok magamnak ide egy sarkantyút építeni, tehát egy csont plusz felépítés, és ha van sarkantyum, akkor már csak lovat kell vegyek hozzá. Szóval, amikor begyullad a megoldást követő fázisban, mert kiálltam végre magamért a bütyköm, akkor ez már közvény lesz. Miért? Mert senki nem érti meg, hogy én nekem mi a problémám. Beleteszem a magányosságot, a meg nem értettséget, a kirekesztettség érzését, és mindig ez fogja a közvényt elindítani. És nem, ez a tipikus közvény, hogy a bütyökizület begyullad, de közvényt láttam én hüvelykúj alapizületben is. Bizony, az is közvény volt. És minden esetben, amikor a megoldást követő fázisban a vesegyűjtő csatornát hozzáteszem, lesz belőle egy még nagyobb, még begyulladtabb vizület, mint ami volt. Na, én azt hiszem, hogy sikerült megértenünk, hogy a testünk tünetei és annak jelzései milyen konfliktusokra utalnak, hogy mit kellene megoldanunk, mit kellene elfogadnunk, és ha ezt megértjük, akkor eljutottunk a megértéshez, mert a germán gyógytudomány alap a megértéshez. De ha tudom, hogy mi okozta az igazságtalan a nyakfájásomat, akkor mi a megoldás? Hogy tovább pereskedek, vagy elfogadom másnak az igazságát is, nem csak az enyémet. Vagy rájövök arra, hogy meghalt Mátyás, és oda az igazság, és amúgy akinek igaza van, az már kint fekszik a temetőbe. Az igazságért harcolni egy nagyon veszélyes játék, sok pénzbe kerül, főleg ha bíróságon történik. Tehát a megoldáshoz is alap a germán gyógytudomány, mert megmutatja, hogy mit kell valójában megbocsátanom. És alap a megelőzéshez, mert ezután rájövök, hogy soha többet nem fogok vitatkozni az igazságért, mert egyetlen igazság van, mégpedig az, hogy ha boldog vagy, igazad van. És ha nem vagy boldog, nincs igazad. Mert ha boldog vagyok, ez nem a feltételekhez kötött boldogságot jelenti, hanem azt jelenti, hogy alapjaiban boldog vagyok, mert megteremtettem a belső békémet. Békében élek önmagammal és a világgal. És ha így élek, akkor már nincs szükségem a germán gyógytudományra. Na, ez a megelőzés. Már nem aktiválom egyetlen programját sem a tudományos táblázatnak. Szóval, ezek az úgy nevezett betegségek mitől fognak függni? Nem azoktól a dolgoktól, amiről Hammer doktor előtt beszélt a medicina. Hogy mit evett? Hó, már 5 éve nem evett húst. Mert azt hitte, hogy a hús miatt gyullad be az ízülete. Azt a nem jóját. Lehet, hogy megtapasztalja, hogy valahányszor vörös húst teszik, mindig berobban az ízülete, de ez mitől is van? Ja, sínre került az illető. Mert az önleértékelést akkor élte meg, azt a súlyos önleértékelést, amikor éppen marha pörköltet csámcsogott. És ez okozza, hogy mikor megint marha pörköltet eszik, sírre kerül, amíg meg nem oldott konfliktusa. Lélek, agyszerv szinten tessenek gondolkodni. Ezen a szinten is fogunk meggyógyulni. De csak akkor, ha érzelmileg lezártam a történetet, és eltűntek a sínek, vagyis a pályaudvarok. Tehát a fel nem oldott érzelmi konfliktusoknak a lezárásával fogok eljutni a valós megoldáshoz, és akinek kétsége van afelől, hogy tudomány a germán gyógytudomány, az bizonyítsa be.
bizonyítsa be, hogy nem reprodukálható, hogy nem összehasonlítható, és nem előre jelezhető, mert ezt nem tudja bebizonyítani. Csak hogy, és most jön a lényeg, hogy nem mindegy, hogy érzelmileg oldom meg a dolgot, vagy szenvedek tovább tudományosan. Kérem szépen orvosoknak és betegeknek, akiknek szívük és józan eszük van. A józan ész arra kell, hogy felfogjam, hogy megértsem, hogy mi az alapvető problémám, és nem az a gondom, hogy még abból a kapszulából nem nyeltem le hármat. A megoldáshoz kell a szívünk, és a megelőzéshez kell egy másfajta életfelfogás, ami már nem a biológia kényszerpályáján tart minket. Erről szól a 4 napos tanfolyam. Ebben a könyvben rengeteg utalás van arra vonatkozóan, hogy mit, hogyan kéne talán megoldani. Természetesen nem tudom visszafogni magam, és beszélek a megoldásokról is, de mégsem ugyanaz a történet, mint amikor egy megfelelő összefoglalást kapok arról, hogy milyen megoldási kulcsok, hol és miként alkalmazhatok. Láthatjuk a könyv címében is, hogy útmutató az egészséghez, itt van megértés, megoldás, megelőzés. Ehhez tudnom kell, hogy minden szervem, minden szövetem a 3 csiralemezből alakult ki, az endoderma, a mezoderma és ektoderma sejtjeiből. Tehát logikus, biológiai gondolkodásra hívok meg mindenkit. Kérem, hogy a fórumban a témával kapcsolatos kérdéseket tegyük fel. Remélem érthető voltam.